Nagyberegi Középiskola belső udvarának a felújítását a Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának 2019. évi keleti partnerség programjából valósítottuk meg. Ebbe a projektbe 16 objektum felújítása szerepel Kárpátalja szerte, ebből 12 oktatási nevelési intézmény, ebből az egyik a Nagyberegi Középiskola. Itt, amilyen problémával fordultak hozzánk, az a belső udvaruknak, ahol a mindenféle ünnepi rendezvényeiket tartotta az iskola, a vízelvezetésének a megoldása. Ugyanis az iskola épülete az 1980-ban lett átadva, később viszont 1990-ben hozzáépítettek egy részt. Mivel kinőtte az iskola, tehát 4 osztályt hozzáépítettek, de nem vették figyelembe, hogy az esővíz a csatornákról leszivárog a belső udvarra, onnan az alagsorba, és ezek a hozzáépített osztályok nagyon nyírkos, dohos környezetet jelentettek a tanulók számára, egy egészségtelen állapotot, és itt több körben kérvényezték azt, hogy erre találjanak valami megoldást. Az igazgató beadványokkal kilincselt mindenhová. Több bizottság járt itt kint, aki megvizsgálta a helyzetet. Mindenki jogosnak találta a kérést, de nem tudtak forrást teremteni arra, hogy ezt a problémát megoldják. 2018. júniusában Brenzovics László elnök úrhoz jutott el egy ilyen kérvény, leírva ezeket a problémákat, alátámasztva olyan fotókkal, amelyek már a belső udvar felől az épületnek az épület falainak a rossz állapotát is mutatták, és így elnök úr lobbizott az ügyben, hogy ez bekerüljön a keleti partnerségi projektbe, ennek az iskolának a belső udvara felújítása. A beruházás, és mi örülünk annak, hogy a nyár folyamán ezt sikerült kivitelezni, a beruházás az 15.525.000 forintos beruházás lett, amelynek a keretében az épület fundamentumának egy részének, tehát ahol ezek a beázó osztályok voltak, ennek a résznek a szigetelése történt meg, csatornákat fektettek le a vízelvezetésre, és utána új burkolatot kapott ez a belső udvar. Tehát megfelelő módon szigetelték, térkövezték, de ettől még nem volt olyan kinézete az egésznek, hogy ez átadható legyen, így az alagsori résznek az ablakait kicseréltük, mert azok nagyon csúnya állapotban voltak. Kicseréltük a bejárati ajtót, ami innen a belső udvarból levezett az alagsori részbe, és felújítottuk az udvar felől a teraszt, a lépcső fel és lejárókat, mindegyik új burkolatot kapott, és akkor ezek után láttuk, hogy ez még mindig nem mutat szép képet, mert a belső udvar felől a homlokzat is nagyon csúnyán, a vakolat sok helyütt le volt válva, és akkor úgy hát sikerült beépíteni a projektbe, hogy a belső udvar felől a homlokzatot is átfestettük, és így mai nap folyamán került átadásra ez az iskola. Nagyon fontos tény, hogy itt egy két tannyelvű középiskolában vagyunk. Tehát valamikor az 50-es években indult ez az iskola, mint magyar tannyelvű iskola, aztán 1964-ben elkezdődött az ukrán nyelvű oktatás is, így ma ez középiskolai szinten ukrán és magyar osztályok is vannak. 4 faluból járnak ide, tehát Nagyberegen kívül még járnak ide Beregújfaluból diákok, Kigyósról, Alsóremetéről, Felsőremetéről ezekbe az osztályokba, és mi úgy véljük, hogy ez a beruházás megint csak nem kizárólag a magyar közösség javát szolgálja, hanem az itt tanuló és dolgozó ukrán közösséget is, az ő számukra is teremtünk jobb körülményeket. Ebben az évben
Hát nem ebben az évben indult, de ez az iskola, az ezévi bázisiskola projektbe is bekerült. Ez ugye a Nemzetpolitikai Államtitkárság ajánlására a Bethlen Gábor alapkezelő keresztül nyújtott támogatásból valósul meg, és megint csak mondhatom, hogy az első olyan iskola, amely két tannyelvű, tehát magyar és ukrán tannyelvű iskola. A projekt az 2019-2020 évekre vonatkozik. Ezek a munkálatok megkezdődtek az iskolában az ősz folyamán. Mivel az iskolának olyan a szerkezete, hogy itt szakaszosan le tudják zárni az egyes részeit, ezért itt most is folytatódik ez a munka. Tehát meg tudják oldani, hogy átcsoportosítják az osztályokat más termekbe, hát klubterembe, tornaterembe, minden helyiséget ehhez igénybe vesznek, de így folytatódhat a munka tanév közben is, tehát nem akadályoztatja a tanulmányi folyamatot, és hát már vannak olyan részei, amelyek elkészültek, vannak olyan részei, ahol a munka folyamatban van, de hát előzetes terveink szerint 2020 végére ebből a projektből ez a közel 4500 négyzetméteres iskolaépület teljesen meg fog újulni.